Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Békesség veletek. És a szeretettel. Székesfehérvárnak, az ország történelmi fővárosának fogadalmi ünnepét üljük. Talán abban az órában, amikor 1038-ban, ezen a napon a Szent Király halálára készülve az országot a boldogságos Szűz Máriának ajánlotta. Megtalálta azt az egyetlen lehetőséget, amely az életet szolgálta egy nemzet és egy ország javára, amely nem politikai szövetségeken, hanem Isten kegyelmén múlott. Az ő gesztusa, hite, felajánlása az oka az Isten szeretete mellett, hogy mi itt vagyunk, és ezen a napon hálát adunk, és tanulni akarunk a Szent Király példájából, hogy megvívva mai küzdelmeinket, kétségeinket találjuk meg mi magunk is a Szent Istváni példanyomán tanításával az életre vezető utat. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm polgármester urat, megyei közgyűlés elnökét, köszöntöm a székesfehérvári képviselő urakat, az országgyűlési képviselő urakat, a kormányhivatal és a járási hivatal vezetőit, a megyei és városi képviselő hölgyeket, urakat, a honvédség, rendőrség, katasztrófa védelem megyei és városi vezetőit, a megyei és város közintézményeinek, egyházi intézményeinek és társadalmi szervezeteinek vezetőit, képviselőit, a történelmi vitézirend, a lovagrendek vezetőit és tagjait. Szeretettel köszöntöm a Szent Imre iskola tanulóinak képviselőit, és köszöntöm egyházi iskoláink pedagógusait, igazgatóit. Köszöntöm a Székesegyházban megjelent minden kedves hívőt, és mindazokat, akik most a Fehérvár TV segítségével tudnak belekapcsolódni a mi hálaadó szertartásunkba és imádságunkba. Adja az Úr, hogy ez az imádság emelje, erősítse a mi lelkünket, adja az Úr, hogy ez az imádság szolgálja nemzetünket és országunkat, és szolgálja egész Európát, mint hogy egy ezred éven keresztül a magyarság szolgálta, erősítette és gazdagította az európai népek közösségét. Hogy Isten előtt a mi imádságunk kedves legyen, testvéreim, vizsgáljuk meg a lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Thank you.
könyörögjünk. Istenünk, te mai napon túláradó dicsőséggel megkoronáztad a boldogságos Szűz Máriát, akit alázatosságáért tekintetre méltattál, és abban a kegyelemben részesítettél, hogy egy szülött fiad test szerint tőle szülessék. Közben járására add, hogy megváltásunk szent titka által elnyerjük az üdvösséget, és részesüljünk dicsőségedből. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön, örökké. Amen. Olvasmány a Krónikák első könyvéből. Dávid király összehívta Jeruzsálembe egész Izraelt, hogy az Úr ládáját vigyék arra a helyre, amelyet készített neki. Áron fiait és a levitákat is odarendelte. A leviták rudak segítségével vállukra vették a ládát, ahogy Mózes az Úr parancsára elrendelte. Dávid megparancsolta a leviták vezetőinek, hogy állítsák sorba testvéreiket, az énekeseket, hangszerekkel, hárfákkal, citerákkal és cintányérokkal felszerelve, és zendítsenek hangos öröménekre. Az Isten ládáját bevitték a sátorba, amelyet Dávid állított neki, és a közepére helyezték. Azután égő áldozatot és közösségi áldozatot mutattak be Istennek. Amikor Dávid befejezte az égő és közösségi áldozat bemutatását, megáldotta a népet az Úr nevében. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Áldott vagy Szűz Mária, ki szüzességet sérelme nélkül, ha megváltódnak anyja lehetés. Áldott vagy Szűz Mária, ki szüzességet sérelme Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, amikor a romlandó test magára ölti a romolhatatlanságot, a halandó a halhatatlanságot, akkor beteljesedik az írás szava. A győzelem elnyelte a halált. Halál, hol a te győzelmed? Halál, hol a te fullánkod? A halál fullánkja a bűn ereje pedig a törvény. Legyen hála az Istennek, mert ő győzelemre segít minket,
Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, felkiáltott egy asszony a tömegből. Boldog a méh, mely hordozott téged, és az emlő, amely táplált. Erre ő így válaszolt. És még milyen boldogok azok, akik Isten szavát hallgatják, és meg is tartják. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban szeretett testvéreim, itt a templomban, és testvéreim a televízió képernyői előtt, akik lélekben velünk együtt fohászkodnak, és együtt adnak hálát. Ünnepnaphoz érkeztünk. Ünnepel a keresztény világ, hiszen nagy boldog asszony napja, amelynek vigiliáját üljük most, az egyház nagy és parancsolt ünnepe, a főünnepek sorába tartozik, a legnagyobb ünnepekkel egyenrangú. És ünnepel a magyar, különösen is itt, Székesfehérvár királyi városában, az ország történelmi fővárosában, az első magyar szent családvárosában, ahol 1988 óta megemlékezünk fogadalmi szentmisében az ország Szent Istváni felajánlásáról. Nemzeti ünnep is így ez a nap, ha hivatalosan nem is így nevezzük. A magyar lelkében és szívében biztosan így érez, aki tudja, mit jelent nekünk ez a Szent Istváni felajánlás. Így érez a nép a nemzeti összetartozás évében, a fájdalmas emlékezés évében. Így emlékezik az, aki tudja, mit jelent a nemzetnek Trianon, és aki felelősséget érez az első szent király életművével szemben egy ezred év távolából is. Tragikus sorsa volt első királyunknak. Nem csak gyermekeit vesztette el, és gyászolta őket egész életében, hanem életművét is a szétesés fenyegette. Életében meg kellett küzdenie a külső és belső ellenségekkel, a meg nem értéssel, és olykor tágabb családjának tagjaival is. Küzdenie kellett, harcolnia, mert világosan értette a tételt, vagy keresztény lesz a nép, vagy elpusztítják. Vagy kivívja maga helyét az európai népek közösségében, vagy felmorzsolják a magyart épp úgy, mint ahogy az más népekkel is történt.
Ő szerette népét, felelősséget vállalt érte, nem a maga hatalmát féltette, hiszen azt szívesen adta volna át fiának, Imrének. Ő nem volt a hatalom megszállottja, hiszen tudta, ez a hatalom szolgálat és nem uralkodás, küldetés és nem kapaszkodás abba, amit a kívülálló talán elképzel arról, akit magasban önmaga felett lát. Hosszú éveken át küzdött a magyarért, sokszor magyarok ellenében is, azok ellenében, akik nem értették a valóságot, akik önmaguk számára akartak pozíciót szerezni, akik a hatalmat a maguk javára és gazdagodására akarták megszerezni, akik nem a nemzet jövője volt a fontos, hanem a saját pillanatnyi jelenük. Szembe került a múlt hagyományával, mely halált jelentett a jövő életet hordozó kereszténységével szemben. Szembe került a lehetséges politikai szövetség, amely hatalmat és függő viszonyt jelentett volna az idegennek, és a szabadság, amit a kereszténység és a pápaságban remélt megtalálni. Élete, melynek 63 évéből 38-at királyként élt meg, súlyos döntésekben, a felelősség vállalásában és fájdalmas tragédiákban telt. De mégis végig egyúton járt, becsülettel és férfiként, tisztességben és hűségben, meg nem rendülve és el nem csábulva a lehetőségektől. Soha nem kereste a könnyebb utat, vállalta a sorsát, teljesítette küldetését. Eszmeit és elveit nem cserélte, nem állt soha idegen érdekek zsoldjába. Nem árulta el egyetlen pillanatra sem hazáját, sem népét. Ez a király testi erőinek fogytán, szívében hordozva a sebeket, a gyermekei halála és a meg nem értettség miatt, élete végén, halála előtt, országát Máriára, a nagy boldog asszonyra bízta. Ezzel a felajánlással megmentette a nemzetet, és megőrizte az országot. Európai népek közösségének elismert és megbecsült tagjai sorába emelte a magyart. Nyilvánvaló, hogy élete legfontosabb tette, legjelentősebb döntése ez a felajánlás volt, amit majd követnek példája nyomán más népek királyai is. Ezt a felajánlást újítottuk meg mi is itt a helyen, amikor az ország az Európai Unió tagja lett, aminek emlékét a Székesegyház falán emléktábla hirdeti. És ez ad nekünk is reményt az új gondolatok világában, hogyha meg tudunk maradni a Szent Istváni úton, ha megmaradunk magyarnak és kereszténynek, akkor megmaradunk az életnek. De csak így maradhatunk meg az életnek. Így gazdagíthatjuk keresztény hagyományunkkal Európát, és nem a halálunkkal, fölmorzsolódásunkkal, valami nagy népi közösségben való föloldódásunkkal. Csak úgy maradhatunk meg, a hagyományainkat nem veszítjük el, megőrizzük, és új erkölcsöt nem kívánunk magunkra venni. Európának
szüksége van erre a lelki erőre, erre a megőrzött kultúrára, keresztény életre. Ezt kell magunkban megújítani. Erre ad példát a magyar államalapító, a nemzet megmentője. Hatalmas volt a feladat. Mi adott erőt a Szent Királynak a feladat teljesítéséhez? Hit abban, hogy amit tesz, amit küldetésként elfogadott, az jó, az szent dolog. Ez a hit nem a vallásos hittel azonos, ez a hit meggyőződés abban, hogy jó az, amit az ember tesz, amiben következetes, amihez elvszerűen ragaszkodik, amit szolgálatként teljesít. Nem ügyeskedik, hanem őszintén és egyszerűen lelkiismeretére hallgatva teszi a rábízott feladatot. Hinni kell az embernek abban, amit csinál. És ez a hit akkor hiteles és erősítő, ha nincs benne egyéni érdek, ha valóban szolgálat, ha az egészre van tekintettel, és nem kis csoportok érdekeit szolgálja, ha az egyén sikere és dicsősége háttérbe kerül a szolgálat a küldetés teljesítésével. De hitt a király az egyház tanításában, őszinte lélekkel fogadta el a római pápa vezető szerepét. Tiszta szívvel akarta teljesíteni a keresztény erkölcs szabályait és az egyház tanítását. Megértette, hogy mindez az életet és a jövőt szolgálja már itt a földi életben, és szolgálja majd az örök életben is. Ebben a hitben nevelte családját, erre a hitre adott példát családjával együtt is. Erejét a nemzet szolgálatába állította, s nem volt életében megalkuvás, külön utak keresése. Számára minden magyar az ő nagy családja volt. Ha nem lett volna meggyőződve arról, hogy a jó utat járja, ha nem lett volna erős benne a keresztény hit, és ha nem állt volna mellette a család, amely népünk első szent családja lett, alig ha sikerült volna küldetése, most nem emlékeznénk nagy tettére sem. Kell az embernek, hogy odaadja az életét valami nagyobbnak, szüksége van az embernek a hit erejére, és kell a támaszt jelentő család, a család, mely áldásként fogadja az új életet, az édesapa és az édesanya szeretetéből születő jövőt. A mai napon ünnepelt királyunk ezt tanítja most nekünk. Kell, hogy tőle tanulva éljük akár hősként az életet, és mindennel, mindenkivel szemben büszkén védjük meg a múltunk értékeit, hagyományainkat és magyarságunkat, és mindig járjuk a Szent Istváni utat egyenes gerinccel, fölemelt homlokkal. Kell, hogy így ebben a szellemben neveljük a fiatalságot, hogy legyen testben és lélekben erős, világosan lásson, és gondolkodásában a jóra és igazra hangolt, és emelkedetten tiszta és nemes legyen. Kell, hogy megóvjuk őket az értéket vesztő, divatosnak és modernnek tűnő gondolatoktól, melyel a halál kultúráját építhetik csak, azt a kultúrát, amelyben nincs élet és nincs öröm, nincs boldogság, csak kiégettség és rászedettség, pusztulás,
s végül örök halál. Kedves testvéreim, ezt kell képviselnünk, hogy a száz esztendővel ezelőtt megcsonkított határainkat megőrizzük, és a nemzetet lelkében egyesítve éljük meg az összetartozást, a felelősséget a másik magyarért, minden magyarért, a keresztény kultúráért, a keresztény magyar családokért. Így lehet élő ma is a Szent Istváni felajánlás, és így maradhatunk meg az élet útján, amelyen a Szent Király ezredéve vezeti ezt a nemzetet. Így gazdagíthatjuk Európában is a népek nagy családját ezután is, mint ahogy ezt tettük ezer éven át, folyamatosan és szinte mindig. Vállaljuk ma is a magyar küldetést, teljesítsük azt, ami a mi dolgunk, hogy méltók legyünk múltunkhoz, méltók legyünk az életre. Kérjük hát eleven hittel, Isten, áld meg a magyart. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, ami üdvösségünkért leszállott a mennyből. Megtestesült a Szent Lélek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a próféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását, és az eljövendő örök életet. Amen. Köszöntsük testvéreim örvendező szívvel a testben és lélekben megdicsült szent szüzet, és kérjük, hogy Jézus közvetlen közelségében támogassa kéréseinket. Hogy a világ felismerje a nagy jelet, a mi dicsőséges asszonyunkat és az ő szent fiát, Jézus Krisztust. Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy az egyház szüntelenül érezze a megdicsőült Szent Szűz anyai gondoskodását. Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy a mennyország királynőjének közbenjárására minden nép elnyerje a béke ajándékát. Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy a gyengék és a betegek erőt és reményt merítsenek a boldogságos Szent Szűz test szerinti megdicsőüléséből. Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy elhunyt testvéreink társaságában egykor mi is boldogan köszönthessük a mennybe fölvett szűzanyát. Kérünk téged, hallgass meg minket! Istenünk, te páratlanul csodás dolgot műveltél, amikor a boldogságos Szűz testét és lelkét a mennybe fölvetted.
Add, hogy megdicsült szent anyánk pártfogásával gyarlóságunk ellenére is eljussunk hozzád a boldog örökké valóságba, Krisztus, a mi Urunk által. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Istenünk, fogadd el ezt az engesztelő és dicsőítő áldozatot, amelyet nagy boldogasszony napján bemutatunk, hogy bűneinkre bocsánatot nyerjünk, és folytonos hálaadásra buzduljunk, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. Mert ezen a napon az Isten szülő szüzet fölvetted a mennybe, így ő lett egyházad megdicsőülésének kezdete és példája, zarándok néped vigasza és biztos reménye. A romlástól méltán óvtad meg az ő testét, mert csodálatosan világra hozta megtestesült fiadat, minden élet szerzőjét. Ezért mi is az angyalok kórusához társulunk, dicsőítünk téged, és újjongva zengjük. Thank you.
Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Úrunk Jézus Krisztus által, a szent lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy a napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a szent lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Amen. És hittel vagyunk annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaittal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, jegyesével Szent Józseffel, a szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, Szent István királlyal, Boldog Gizellával, Szent Imre herceggel, magyar nemzet minden szentjével és boldogjával, hogy az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben, földi zarándok útját járó egyházadat, szolgálat Ferenc pápánkat és Antal püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is, örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jó alapjában. Ő általa, ő vele és ő benne,
a Tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
testvéreim, imádkozzuk el közösen a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus imáját. Mennyei Atyánk, minden élet forrása, küld el szent lelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó, és az oltári szentségben velünk lévő Krisztust felismerjük, és egyre jobban szeressük. Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk. Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez. Add, hogy a készület ideje és az eukarisztikus kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon. Amen. Könyörögjünk! A mennyei lakoma részesei lettünk, Urunk Istenünk. Add jóságosan, hogy mi, akik Isten anyjának mennybe venetelét ünnepeljük, minden fenyegető rossztól megszabaduljunk, Krisztus, a mi Urunk által. Kedves testvéreim, a Szentmise ünnepélyes áldása után a Magyar Szent Család erekjéjét ünnepi körmenetben kísérjük le a Nemzeti Emlékhelyre. A körmenet rendje a következő. Először az erekjéket visszük ki a templomból, majd következik az asszisztencia. Kérem utána képviselőtestületi elnököket, a lovagrendet, vitézrendet sorakozzanak fel, majd az énekkar kapcsolódjon bele a körmenetbe. Ezután kérem a papság felsorakozását, zászlóvivők, koszorúvizők következnek, majd az erekjék kapcsolódnak bele a körmenetbe a templom bejáratánál. Utána megkérem kanonokatyákat, püspökatyákat, protokoll vendégeinket és a kedves híveket sorakozzanak fel a körmenetbe, és menjünk el Szent Imre, Szent István király sírjához, hogy ott püspökatya a felajánló imádságot elmondja. Az Úr legyen veletek! Isten, aki a boldogságos Szűz Mária anyasága által elküldte a világnak a megváltás kegyelmét, adja rátok bőséges áldását. Érezzétek mindig és mindenütt a Szent Szűz segítő oltalmát, hiszen ő általa kaptátok meg az élet szerzőjét. Amen. Ma pedig, amikor az ő ünneplésére ájtatos lélekkel összegyűltetek, vigyétek haza otthonaitokba a lelki örömök és a kegyelmi javak ajándékát. Amen. És áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A Szentmise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála.